Több mint 100 évvel ezelőtti történésekre, a Tanácsköztársaság időszakára irányítja a nézők figyelmét a Halál népbiztosa című film, melynek vetítését csütörtök este tartották Gyulán. Az eseményen Görgényi Ernő gyulai polgármester kitért arra, hogy a jelenlegi háborús helyzet miatt nagy valószínűséggel más értelmezést nyert volna a film, ha egy évvel ezelőtt mutatják be a fürdővárosban. Mi, akik ebben a teremben vagyunk, a deresebb halántékúakat is ide számítva, elmondhatjuk, hogy jólétben éltük le az életünket és békében. Egyetlen egy trauma volt, amikor a 90-es évek elején itt a szomszédban, Jugoszláviában kitört egy háború. De nagy háborút a mi életünkben itt Európában nem láttunk. De azt gondolom, hogy február 24-e óta, amikor is Oroszország megtámadta Ukrajnát, és amióta a II. Világháború óta nem látott nagy hadműveletek zajlanak, azóta talán másképpen viszonyulunk a történelem eseményeihez. A film előkészítő munkálatai, a kutatások és a történészekkel való egyeztetések 2 éve töleltek fel, a forgatás 1 hét alatt zajlott le. A bemutatóra 1 évvel ezelőtt Budapesten került sor. A film rendezője elmondta, az volt a céljuk, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a történelem ezen időszakára. A dokumentumfilm Szamueli Tibor életét és gaztetteit mutatja be, hogy mi történt hazánkban 133 nap leforgása alatt. Stefka István rendező elmondta, több mint 600 áldozata volt ennek a gyilkosság sorozatnak, amit az úgynevezett Lenin fiúk végeztek Szamueli Tibor vezetésével az Alföld városaiban. A baj az lett, hogy Szamueli Tibor, aki egy 66. rangú újságíró volt, megszervezte, mint népbiztos, a Lenin fiúkat. Ez a Lenin fiúk, ezek bőruhába öltözött gyilkosok voltak, akik raboltak, gyilkoltak, ártatlan parasztembereket, polgárokat, polgármestereket, egyházi embereket, papokat, mindenkit, aki szembeállt velük, azokat kiirtották. Stefka István pénteken nemrégiben megjelent könyvét, a Túléltem, mások belehaltak című művet is bemutatta Gyulán. Ez a hazai médiaháború 32 évének történetét tárja az olvasó elé. Ez egy nagyon komoly harc volt. Itt arról van szó, hogy emberek kerültek percek alatt utcára, egzisztenciálisan tönkrementek családjuktól, elszakadtak. Tehát azért ez nem volt egy játék, ez egy nagyon veszélyes dolog volt. A kétnapos esemény célja az volt, hogy a fiatalabb korosztály is megismerje a múlt fontos eseményeit.